Egy 100 fő befogadására alkalmas étkező konyhaépület, egy háromszintes 800 négyzetméter alapterületű irodaépület és egy négyszintes 880 négyzetméter alapterületű, szintén irodaépület alapjait készítették már el a szakemberek a Paks 2 felvonulási területén, mely mellett a transformátor állomás már teljesen elkészült. Folyamatosak a munkák, melyekről a beruházás koordináló, tárca nélküli miniszter is beszámolt nemrégiben. 4 épület, ebből 3-at az orosz fővállalkozó, magyar vállalkozókkal végeztet. Ezek építése zajlik. Az irodaépület építését, a saját irodaépületet, az Paks 2 versenyeztette, és az is elkezdődött. Mely mellett újabb 2 épület kapta meg az építési engedélyt az Országos Atomenergia Hivataltól, így az acél és betonacél összeszerelő műhely és a hozzá kapcsolódó fémáru raktár kivitelezését megkezdheti a Paks 2 ZRT. További 2 épületre kaptunk építési engedélyt a napokban, ma is kaptunk egyre, és még 2 láthatóan folyamatban van. Így az eddig megszerzett engedélyünk száma 256 darab engedéllyel rendelkezünk, tehát és a környezetben is a térségfejlesztéshez kapcsolódó lakásépítések, úthálózat felújítása, vasút, egyéb ezek a munkák is mind zajlanak. Az acél és betonacél szerelő üzem komplexum részeként megvalósuló egyszintes ipari épületek az építési és szerelési bázis területén egymás közvetlen szomszédságában létesülnek majd. A műhely épület szerkezeti acélok megmunkálására, acéltartó szerkezetek előszerelésére, helyszíni acél zsaluzatok, beépítésre kerülő acél szerelvények, átvezetésekbe kerülő acél szerkezeti elemek gyártására, továbbá betonacélok megmunkálására, almatúrák készítésére fog szolgálni. A raktár épületben az üzemben használt alapanyagok tárolása és a legyártott termékek raktározása történik majd.